A térségünkben már számos területen bevált, gyakorlatorientált képzés egyik újabb eleme az az együttműködés, mely a Professió fémipari és szakképzési klaszter, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kara között jött létre. A kar 6 szakgondozásáért felel jelenleg, ebből 3, így a turizmus, a rekreáció szervezés, valamint a HR menedzsment szak különösen érintett az együttműködésben, hiszen a hallgatók a klaszter vállalatainál hasznosíthatják majd elméleti tudásukat. Szakjaink közül jó párnak a szakterülete olyan, hogy ezekben a klaszter tagokban, mint egy olyan millióben, ahol a kutatási témák az utcán hevernek, hát akkor a mi hallgatóink és azok konzulensei majd megjelennek, ahol megengedik ezt a klasztertagok, és akkor különböző HR kutatások, egészségnevelési, rekreációs kutatások, akár turisztikai kutatások, hiszen rendben van, hogy ez egy gépipari klaszter, de minden dolgozónak ma már, nélkül nem lehetünk versenyképesek, a klaszternek biztosítania kell a megfelelő munkakörülményeket. Vagyis egy kutatási mezsgye is kialakulhat a partnerek összefogásával, a hallgatók könnyen nyithatnak az üzleti világ irányába, míg a vállalatok a hallgatók segítségével élhető körülményeket alakíthatnak ki cégen belül. Kezdeményeztük ezt az együttműködést, elsősorban azért, hogy olyan szakembereket tudjunk a cégeinkhez, a tagvállalatainkhoz elhelyezni, akár gyakornoki programokban, akár végzősként, mint munkatársak, akik ezeket a szakterületeket magas nívon űzik, és tudnak segíteni ezeknek a programoknak a kialakításában a vállalatainknál. Hát elsősorban ez a legfontosabb célja ennek az együttműködésnek, de természetesen azt is látni kell, hogy a duális képzés, illetve a gyakorlati képzéseknek a megerősödése az minden egyes területre ki fog terjedni a következő időszakban. A Professió célra vezetőnek tartja a duális képzés bevezetését a felsőoktatásban, ezért a jövőben más egyetemekkel is szeretne hasonló együttműködési megállapodást kötni a klaszter, hogy más szakterületeket is le tudjanak fedni.